11. évfolyam, elektrolízis Burgonyában, avagy eszközök Gordon Ramsay konyhájából. A következő kísérletben egy burgonyát, egy ezüst kiskanalat, rézlemezt, univerzális indikátoroldatot, illetve egyenáramú feszültségforrást fogunk használni. A burgonyába beszúrom az egyik rézlemezt, illetve a kiskanalat. Egyenáramú feszültségre kapcsolom őket, méghozzá a rezet a negatív pólushoz, az ezüstöt pedig a pozitív pólushoz. Várunk türelmesen egy kis ideig, majd ketté fogjuk a burgonyát vágni, megnézzük, hogy mi történt a belsejében. A két elektródához, az ezüstlemezhez, illetve a rézlemezhez, majd univerzális indikátor oldatot fogunk csepegtetni. Megnézzük majd, hogy lesz-e változás. Szüntessük be az elektrolízist. Kihúzom a burgonyából a két elektródot, a rézlemezt, meg Bédmaman kiskanalát. Ketté fogom vágni. Univerzális indikátor oldatot fogok csepegtetni a vágások helyéhez. Jól megfigyelhető, hogy az ezüst kiskanál helyén piros csík található, míg a rezet, ahova a rézlemet beszúrtuk, ott megkékült a csík. Mi is történt? A piros szín savas kémhatásra utal. Ezek szerint az anódon oxóniumionok keletkeztek. A kék szín lúgos kémhatásra utal, itt hidroxidionok is fejlődtek. Mi történt valójában? A kiskanál és a rézlemez elektródaként működött, és mindkét elektródán vízbontás történt. A katódon hidrogéngáz, az anódon oxigéngáz fejlődött.